Amikor pedig a Sárospataki gimnáziumba kerültem, ott egy pályázatra beneveztem, én már azt hittem magamról, hogy egy jó költő vagyok, és jött az orba verés, mert ott azt mondták, hogy se helyes írás tekintetében, se tartalom, meg forma, ez nagyon rossz vers, úgyhogy... Te rólad engem lebeszélni nehéz, csak én érzem neked, mennyit érsz. Ne tétovász, ha bánta magát, hiszen a kérdés rég megoldott talán. Ilyenkor együtt jár egy fiú és egy lány. Átfázni, egyedül járni, mindig várni, mire való. Kéz a kézben, örökös fényben, együtt élni, csak ez a jó. Szeretiket, ennyi az egész, te rólad engem lebeszélni nehéz, te leszel majd a párom, mással nem cserél. A titkolt vágyok törnek rád, hívd fel Andreát, ha bánt a lelki problémád, hívd Andreát, ha úgy érzed, hogy nincs tovább, hívd fel Andreát, ha nem tudod, hogy mit remél, mit ne csinálj, mint tegyél. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Biztos vagyok benne, hogy ma este önök nem fognak hozzányúlni a távkapcsolóikhoz, ugyanis igazi különlegesség a ma esti showban. Először együtt a két Zana. Az apropót az adta, hogy itt van kezemben Gangsta Zoli legújabb lemeze, amely igencsak jól fogy. Azt mondják sokan, hogy ez a legjobb lemezed. Igaz ez? Igen, szerintünk is, mi is úgy tartjuk. Nagyon meg vagyunk vele elégedve, nem vagyunk túlságosan elégedettek magunkkal, de eddig a legjobban sikerült szerintem. Remélem, nem lepődtek meg túlságosan, önök az Öme Zanát látják. Ugyanis, de ma nem egyedül leszek, és nem egyedül vezetem ezt a műsort. Kicsit az élet ilyen, egy nagyon-nagyon édes, kedves, tüneményes hölgy társaságában leszek ma este, aki a vendégem, hiszen én már rengeteget voltam az ő vendége, és megtisztelt ma azzal, hogy eljött ide hozzánk és közénk. Remélem, önök is kellemesen töltik el az estét vele és velem együtt. Engedjék meg bemutassam mai estünk vendégét, Szenes Andrea. Szervusz, szeretettel köszöntöm a Budapest TV nézőit. Olyan nosztalgikusan léptem be a stúdióba, hisz ez a főcím, amit láttunk, a Szív TV-n menő műsoromnak volt a főcím, amiből több mint 200 előadás volt, és pont egy ugyanilyen stúdióba vettük fel, és életemnek az egyik legboldogabb időszaka volt. Igen, láttam is rajtad, hogy sugárzol, hogy ez az, hogy a szemnek van egy kisugárzása, oly boldogság töltél az arcodat, és olyan szép vagy. Én mindig is egyébként... Csak hozzád jövök mindig, és kis televízióban dolgozni mindig nagyobb boldogság valahogy, mert ott az ember mindig szabadon azt csinál, amit ez kedve van. Igen, és tudod, ez az a műsor, ez az a műsor a Budapest TV-n, ahol én jókedvűen szeretem el, és nem vezetem a műsort, hanem beszélgetek veled. És te éppen olyan társ vagy, mint én. Ezért is van ilyen sok néződ. Igen. A Budapest TV egyik legnézettebb műsora. Igen, hála a jó Istennek, nagyon szépen köszönöm. Én két embernek hiszek ebbe, ezt mindig el szoktam mondani, a fiamnak és a lányomnak. Zanazita mindig azt mondja, apu, legnézettebb műsor, Zolika a legnézettebb műsor, hát neki hiszek, de ha már te is ezt mondod, aki szinte egy örökös elnök vagy, vagy alelnök, bocsáss meg, a tévénél, akkor ebben már hinni kell, ugye? Hát ha jól tudom, te tulajdonképpen még mindig alelnöki rangban vagy a televíziónál, nem? Ezzel szoktam viccelni, hogy én lettem a Magyar Televízió örökös alelnöke. Ugye 4 éven keresztül voltam a Magyar Televízió műsorokért felelős alelnöke, és akkor valahogy úgy alakultak a különböző történések, hogy hiányzott még egy aktus ahhoz, hogy én tulajdonképpen ne legyek teljesen alelnök, tehát igazándiból alelnöke. Ezzel szoktam viccelni, hogy örökös alelnöke maradtam a Magyar Televíziónak, de szeretnék a saját szakmámban maradni legalább egy 15-20 évig, ahelyett, hogy újra vezető pozíciót töltsek be. De te az az igazság, hogy te nem csak ehhez értesz, te tulajdonképpen predesztinálva vagy arra, hogy mindehhez értsél, hiszen 4
vizsgád is van, ha jól tudom. Ugye van egy pszichológus, ugye van egy angol szaknyelvtudásod, van egy egyetem, ami erre predesztinál, és van még egy, mi is a negyedik, bocsáss meg. Én még elvégeztem ezen kívül a Színház és Filmművészeti Főiskolának a rendező szakját. Igen. Tehát tulajdonképpen te megelőzted ezt, ami ma itt folyik, te tulajdonképpen most lehetnél tényleg az, mert EU-ba ez kell. Te egy EU-s emberke vagy. Te most az vagy, aki az Európával való belépéskor megvalósítottad azt, hogy el megfelelő embert a megfelelő helyre. Hogy érted ezt pontosan? Hát úgy, hogy most te például lehetni bármelyik televízió elnöke. Mert mindened megvan adva, minden adottságod és képzettséged megvan ahhoz, hogy ezt csináld. Épp az előző vendégemmel erről beszéltünk, most nem a megfelelő emberek vannak a megfelelő helyen. De te most mindenre megfelelsz. Én megfelelnék mindenre, de nekem nem felelne meg most az, hogy most vezessek egy televíziót, mert én ezt szeretem a legjobban, amit most veled is itt csinálunk, hogy beszélgetünk, és kedves nézőinktől nem tudnék jó szívvel újra elszakadni, és nem is szeretnék, mert azt gondolom, hogy ez sokkal nagyobb boldogság az én számomra, mint vezetni egy nagy-nagy intézményt. És nagyon jó veled beszélgetni, mert nem kell semmit, majdnem, hogy egy húron pendülünk. Szóval amit mondok, te tudod folytatni. Ez olyan, mint amikor a jó zenés vígjátéknál nem lóg ki a zene és a szöveg a darabból, hanem zenébe megy tovább, úgy, mintha beszélgetnének. Ez vagyok én veled. Tehát mintha most váltam volna el tőled, és folytatom, ott a labba hagytam. Hát mert te vagy az én szerencse csillagom. Ugyan? Beavatjuk nézőinket ebbe a közös titkunkba, hogy akármerre jársz, valahogy mindig szerencsés dolgok történnek körülötted. Én hiszek ebbe, hogy vannak olyan emberek, akik, hogyha az emberhez közel vannak, vagy éppen ott vannak valahol, akkor mindig jó dolgok történnek. Vannak persze a pechfogalak is, de te egy szerencse csillag vagy, ezért szeretem, hogyha valaki beteg, azt meglátogatod, mindig mondom, hogy jöjjön a Zana, az én szerencse csillagom, vagy bárhol ott vagy, az úgy jól szokott sikerülni. Jól is. Születtél valószínűleg. Igen, igen, általában imádok jókat tenni az emberekkel. Tehát én valószínűleg...